Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium pedagógusa. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Magam is tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Képviselőjelöltként alaposan végigjárta azt a körzetet, amelynek a képviseletére készül. Segítőivel a különböző média felületeken keresztül láthattuk, hogy nem csak a fejlesztés lehetőségeit, de az aktuális problémákra is keresik a megoldást. Mit lehet tudni a részletekről? Nos igen, ugye Karcag város 5-ös számú választókerülete az a 2014-es közigazgatási átrendezése kibővítése előtt sem volt egy kicsi választókerület, de azóta meg kimondottan nagy választókerületté vált. Ugye jelenleg talán Karcag 8 választókerülete közül a legarányosabbnak mondanám, legalábbis a lakosság számát tekintve, de azért ne felejtsük el, hogy roppant méretei vannak. Tehát ugye gyakorlatilag a belvárosból a város keleti határrésze felé kinyúlva egy ilyen nyugat-keleti hosszanti tájolásban ebben a választókerületben van, megszámoltam, bejártam, több mint 45 utca, út, közterület, 2 választókörre bomlik fel, és ugye elképesztő, de a választásra jogosultak száma a választókerületben is több mint 2000 fő, a teljes lakossága pedig még ennél is nagyobb, tehát ugye egy roppant nagy méretű választókerületről van szó, és nyilvánvalóan egy komoly jelölt, aki ténylegesen akarja képviselni az itt élők igényeit, az nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy ne ismerje pontosan a helyben élők gondjait. Minden egyes utcán, utcarészen, közterületen pontosan tudnia kell, hogy ott milyen igénye, problémája, elképzelése van az ott élőknek, hogy jobbá tehesse az életüket. Ebből a szempontból én azt látom, hogy talán a képviselő jelölt legfontosabb munkatársa, vagy legfontosabb eszköze az a memóriája. Bár nekem azt szokták mondani a tanítványaim, hogy állítólag jó memóriám, én ezt nem tudom, hát nyilván abból élek, hogy emlékezek, de az biztos, hogy én, amikor bejártam ezt a roppant nagy választókerületet a segítőimmel, akkor minden utcába igyekeztünk eljutni, és én őszintén bevallom, hogy minden utcában hordtam magammal a kis jegyzetfüzeteimet. 2 írtam tele egyébként a területbejárás, vagy körzetbejárás során, és gyakorlatilag az itt felmerült igényekből, az itt felmerült problémákból alkottam meg azt a nagyon is gyakorlatias programot, amit a héten publikálunk egyébként a választók felé, és tulajdonképpen ebből áll össze azon elképzeléscsomagom, amellyel ebben a töredékciklusban, ebben a 4 évben kívánom képviselni az itt élőket. Aztán az is igaz, hogy mindig előbújik belőlem a történelem tanár, hogyha választásokról van szó, és azért nyilvánvalóan a választóknak azt pontosan tudnia kell, hogy amióta a felvilágosodás kora óta egyébként képviselő választásról beszélünk, meg képviseleti demokráciáról, onnastól kezdve a képviselő szerepe az egy nagyon is bizalmi szerep. A választók felhatalmazása révén a választásokon elnyert mandátumot használja, de a választók érdekében. Tehát nagyon fontos, hogy a képviselő az a választók érdekében kell, hogy cselekedjen. Na most ennek megfelelve tulajdonképpen nem teheti meg egy komoly jelölt, egy olyan jelölt, aki ténylegesen komolyan is veszi az ígéreteit, hogy pontosan ne tudja a megvalósíthatóság mikéntjeit. Én az elmúlt időszakban azért igyekeztem tudatni azt a választókkal, ami egyébként szerintem nagyon jellemzi az én személyiségemet, hogy én egy nyílt ember vagyok. Nyílt lapokkal játszok, nyíltan megismerhető az én személyiségem, nyíltan megismerhető a gondolkodásom, elképzeléseim, és nyíltan tettem közzé a programomat is. Most pedig nyíltan kérem a választókat, hogy mindenki a maradék, a választásokig hátralévő időben mérlegelje magában azt, hogy milyen emberre van szükség a választókerület élén. Hogyha az a válaszuk, hogy egy olyan emberre van szükség, egy olyan emberre, képviselőre teszik a voksukat, aki igenis cselekvőképes és képes értük dolgozni, hathatósan cselekedni, akkor én azt javaslom, hogy támogassa a választások alkalmával a személyemet, hiszen én egy ilyen embernek érzem magam. Nagy munkabírásom van, és ezt a nagy munkabírásomat arra akarom fordítani, hogy abban a kerületben, ahol én magam is élek a feleségemmel, ott igenis rendben legyenek a közügyek, a közterületek, a közfeladatok el legyenek látva, hiszen én is ezeken az utcákon járok, munkába,
bevásárolni, ezeken az utakon biciklizem, ezeken az utakon vezetek, és nekem sem mindegy, hogy hogyan alakul ugye ennek a választókerületnek a sorsa. Én tehát abban látom a képviselői mandátum lényegét, hogy igenis aktívan, és nem csak a választások alkalmával, hanem rendszeresen képviseljük a választóinkat, és én tulajdonképpen ennek az elképzelésnek kívánok megfelelni, úgyhogy ezért kérem a választók bizalmát és támogatását. Képviselőjelölt úr, mit lehet tudni a programjáról? Nekem a választási időszakban saját mottóm nem volt, de ha lenne, akkor azt mondanám, hogy valami olyasmi lenne a mottóm, hogy helyben élőként a helyben élőkért kívánok cselekedni. Nem is rossz egyébként, már bánom, hogy nem használtam fel. Tulajdonképpen ennek megfelelve én azért megjegyzem, hogy jó pár éve itt élek már ebben a választókerületben, jó pár választáson vettem már részt, mindig, akár önkormányzati, akár országgyűlési választáson vettem részt, mindig pontosan tudtam, hogy kik azok a jelöltek, akiktől tényleges eredményt várhatok, kik azok a jelöltek, akik ténylegesen jobbá tudják tenni az én szűkebb vagy tágabb életterem lakókörnyezetét. Ennek megfelelve, amikor én bejártam az elmúlt másfél hónapban, nagyon sok időt, energiát ráfordítva ezt a választókerületet a segítőimmel, a kampányomat segítőkkel, akkor az emberekkel beszélgetve nagyon figyeltem arra, tehát nagyon nyitott szemekkel, nyitott fülekkel jártam, nagyon figyeltem arra, hogy milyen igényeik vannak, milyen elképzeléseik vannak, és milyen panaszaik vannak. Azt mondani, hogy egy választókerületben nincsenek problémák, az úgy gondolom, hogy világszerte nonsens lenne. Egy választókerületben mindig vannak megoldandó feladatok, mindig vannak problémák, és merülnek fel újak. A problémákra sem lehet azonnal választ találni, nagyon sok esetben, viszont lehet őket kezelni. Az én politikám, az én elképzeléseim magja, a lényege az lenne, hogy egy ilyen állandó monitoringval, egy folyamatos odafigyeléssel hathatósan kívánok tenni a választókért. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy gyakorlatias megközelítéssel képviseljem őket, tényleges problémákra tényleges megoldást találjak. Ennek megfelelően a politikai programom, a képviselői programom az számos gondolatot, számos elképzelést tartalmaz, viszont mindegyik lényegében a választókerület életét javítaná. Ezek közül csak a teljesség igénye nélkül talán a legfontosabbakat azért felvázolnám. Nagyon fontosnak tartom például a közterületek közlekedésbiztonságának figyelmét, átgondolását, hiszen azért a választókerületben számos esetben találhatóak nem teljesen biztonságos, vagy ritkább esetben, de veszélyesnek mondható kereszteződések. Én azt tapasztaltam, hogy ezekre nagyon nagy figyelmet kellene fordítani, és a jövőben ezek közlekedésbiztonsági fejlesztéseit kellene megoldani. Én egyébként az ismeretségi körömön, kapcsolataimon keresztül már elkezdtem egyébként hatósági személyekkel teljesen magánemberként felvenni a kapcsolatot, és utána jártam, hogy milyen lehetőségekkel, milyen költségen, és hogyan, milyen hivatalok érintésével, vagy milyen engedélyeztetési eljárással lehetne egy-két fejlesztést foganatosítani, és azt látom, hogy egyébként nem minden esetben annyira nehéz egy-egy közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósítani, mint amennyire gondolnánk. Másrészt az elmúlt években, amit nagyon üdvösnek tartok, hogy elindult a városban egy ilyen közterületi térfigyelő rendszernek, egy kamerarendszernek a telepítése. Ez jelenleg inkább a belváros, illetve kevesebb kamerát tekintve a város külső részeinek megfigyelésére szolgál, de ezek a kamerák rendkívül hasznosak, hiszen egyrészt személy, másrészt pedig vagyonbiztonságot nyújtanak az ott élőknek. Mindenképp ennek a kerületnek, hiszen hatalmas kerületről van szó, számos frekventált, forgalmas csomóponttal, résszel, a jövőben részesülnie kell újabb ilyen térfigyelő kamerákból. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kerület javára ez a térfigyelő rendszer, térfigyelő, közterületi térfigyelő rendszer bővüljön. Aztán azt is tapasztaltam egyébként, hogy bizonyos utcákban az elmúlt években, akár az időjárásnak betudhatóan, akár másnak betudhatóan, de vagy megsérültek a közlekedési táblák, vagy elkoptak, vagy mondjuk nem megfelelően láthatóak a növényzet burjánzása okán. Nyilvánvalóan ezekre nagyon oda kell figyelni, hiszen tulajdonképpen itt élünk,
itt közlekedünk, és figyelnünk kell egymásra, és nagyon fontos, hogy a kreszt be tudjuk tartani annak megfelelően, hogy például a táblahálózat ezt lehetővé teszi. Elképzeléseimnek egy másik magja az tulajdonképpen a csapadékvíz, belvíz, szennyvíz probléma. Ennek a választókerületnek egy jelentős része, számos utca, az a katolikus város résznek azon utcái, amelyek egyébként földrajzi kitettségük okán egy picit mélyebben fekszenek a város többi részénél, és jelentős zivatarok alkalmával, tehát ilyen hirtelen turbulens esők alkalmával tulajdonképpen úsznak. Ezt máshogy nem is tudom megfogalmazni. Ez egy nagyon kényes kérdés, egy nagyon problémás kérdés, és én úgy gondolom, hogy erre megoldást kell találni. Erre vonatkozóan nagyon fontosnak tartom, amikor ugye személyesen jártam ezekben az utcákban, akkor nagyon fontosnak éreztem azt, hogy az árok rendezéssel valamit kezdeni kell, ki kell mélyíteni az árkokat, az árkokban lehetővé kell tenni a csapadékvíz elfolyását, illetve az olyan műtárgyak, amelyek ugye a csapadékvíz elfolyását teszik lehetővé, például átereszek vagy köznapi nevükön dudák kitisztításával, hiszen ezek az elmúlt években azért nyilván eltömő, lehetővé kell tenni, hogy a hirtelen zivatargócokban első csapadékvíz nagy tömegben tudjon kifolyni a városból. Emellett nyilvánvalóan a belvíz problémákat mérsékelni kell, nagyon hasonló megoldásokkal egyébként, és amennyire csak lehetséges, ugye élhetőbbé kell tenni ezen városrész életét. Szintén meghatározónak tartom egyébként például a kokáért a köznapi használattól elkátyúsodott közutaknak a javítását, olyan járdaszakaszok javítását, felújítását, vagy akár teljes cseréjét, ami az elmúlt évtizedekben mondjuk a növényzet hatására, tehát mondjuk a gyökerek hatására megpúposodott, néhány esetben megsüllyedt, hiszen ezek balesetveszélyesek, akár idősek, akár fiatalok használják, ez lábtörés, vagy bármilyen ilyen jellegű probléma történhet. Problémás területnek érzem a választókerületben a hulladék kezelés bizonyos kérdéseit, bár rendkívül jól megvan oldva a hulladékszállítás és közterületi szelektív vagy hagyományos hulladéktárolókkal is el van látva a választókerület, de azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos esetekben pótolni kell a hulladéktárolókat, más esetekben egyébként akár újakat kell létesíteni, de olyan igény is merült fel, és ezt is érdemes átgondolni, hogy esetleg a hulladéktárolókat egy alternatív, egy jobb hely áthelyezve, ugye élhetőbbé tegyük bizonyos utcáknak a területét. Aztán emellett ugye ott van a közvilágítás. Maga a közvilágítás működtetése egy olyan allokációs feladat, amely alapvetően a település feladata, tehát ebben a képviselőnek ugyan csekély szerepe van, viszont a közvilágítás rendszerében bizony vannak üzemzavarok, sőt, pontosan tudom, hogy bizonyos esetekben például nem megfelelően van ellátva a közvilágító, világító testekkel, közlekedési lámpák, vagy tehát ilyen lámpákkal a választókerület, amely problémákhoz vezethet. De nyilván ezeket azért át kell gondolni, és amennyire lehet ki kell egészíteni, sőt, én úgy gondolom, hogy hatalmas álom az, hogy jó lenne modernizálni egyébként a közvilágítás rendszerét. A választókerületben, mint ahogy a belvárosban sok területen egyébként, vagy akár az egész város területén megfigyelhető, vannak elhanyagolt, akár lakatlannak mondható ingatlanok. Ezek a lakatlan ingatlanok ugye nem jelenti azt, hogy minden esetben gazdátlanok, de az legtöbb esetben előfordul, hogy az elhanyagoltság miatt gyakorlatilag ilyen benőtte a növényzet az ingatlan környezetét, ahogy karcagiasan szoktuk mondani, ilyen dzsumbúlyosodott tulajdonképpen az ingatlan. Nyilvánvalóan ez nem éke a városnak, erre oda kell figyelni. Az ilyen ingatlanok közterületi részén meg kell oldani egyébként a növényzet ritkítását, áttekinthetővé tételét, és nyilvánvalóan utána kell járni, hogy az adott ingatlan tulajdonosán keresztül hogyan lehet az ott élők életét könnyebbé tenni azáltal, hogy bizony odafigyelünk ezen ingatlanok működtetésére, fenntartására, helyzetrendezésére. Emellett egyébként összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nekem kettő vázlatfüzetem van tele, vagy ilyen jegyzetfüzetem van tele ötletekkel. Tehát rengeteg apró ötlet van, rengeteg apró probléma, megkeresés vagy igény, amikre érdemes odafigyelni. A legfontosabb az, és én abban látom egy képviselő feladatát, hogy igenis nyíltan a választói felé elkötelezetten, elérhető módon, tehát azért legyek folyamatosan elérhető, mindig álljak rendelkezésre, és mindig tudjak segítséget nyújtani számukra. Ha a 2020. szeptember 27-i vasárnapi választás alkalmával a választók úgy gondolják, hogy én alkalmas vagyok az ő képviseletükre, akkor tulajdonképpen én egy ilyen képviselőnek kívánok jelentkezni, egy ilyen képviselőként kívánom ezt a feladatot betölteni. Köszönöm szépen!
Köszönöm az interjút. Én köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!